Köszöntöm nézőinket! A NAV adó ellenőrei ma már nem csak megérzéseikre hagyatkoznak egy-egy ellenőrzés során, hanem a hivatal adatvagyonát is segítségül hívják. Erről beszélgetünk Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. Üdvözlöm! Köszöntöm a nézőket! Nos, hát először is mi is a különbség a mostani, illetve a korábbi helyszíni ellenőrzések között? Elmúltak már azok az idők, amikor a kollégák saját megérzéseik vagy tapasztalataik alapján, illetve tematikus kiválasztás alapján, vagy pedig az adózóktól érkező közérdekű bejelentések alapján végezték csak a helyszíni ellenőrzéseket. Ma már az adóhivatal olyan adatvagyonnal rendelkezik, amely segítséget nyújt abban, hogy kiszűrhetők azok a vállalkozások, amelyek szabálytalanul végzik a tevékenységüket. Mit tudnak leszűrni a revizorok ezekből az adatokból, milyen adatok ezek? Például érzékelik a revizorok azt, hogy egy vállalkozásnál például kevesebb alkalmazott van bejelentve, mint ahány működő pénztárgép van. Vagy egy vendéglátóhelyen kizárólag 5%-os áfatartalmú termékeket értékesítenek, mintha itt a fogyasztás nem is lenne. Vagy hogyha csak abban a szűk időszakban működik egy pénztárgép, amikor az alkalmazottak ott vannak, tehát amikor a bejelentett alkalmazottakat látja a hivatal, egyébként pedig sokkal hosszabb az adott üzletnek a nyitvatartási ideje. Most, hogy háttérbe szorulnak a korábbi hagyományos ellenőrzési módszerek, így mi a célja ezeknek az újfajta többféle ellenőrzési módoknak? Természetesen továbbra is a hagyományos módon is végeznek ellenőrzéseket a kollégák, tehát például most decemberben az ünnephez kapcsolódó árusítók, illetve vendéglátóhelyek számíthatnak a revizorok megjelenésére. Elsődleges cél azonban a hibák feltárása és megszüntetése, azonban azokkal az adózókkal szemben, akik szándékosan elcsalják az adót, a hivatal ki fogja kényszeríteni a jogkövető magatartást. Köszönjük a tájékoztatást. És köszönöm. Nézőinek pedig köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.